Sziasztok, Borics Árán vagyok, profi MMA harcos, itt vagyok nektek 2022 első tippeldős videójával. Hétvégén érkezik a UFC 270-es gálája, 2022-ben ez lesz az első pay-per-view számozott gála, ahol rögtön két címérkőzés is kapunk, lesz egy nehézsúlyú, aztán egy bantamweight, azaz egy harmadsúlyú mérkőzésünk, címérkőzésünk, és ezen kívül még megnézünk két mérkőzést a main cardból. Úgy gondolom, hogy nem ez lesz az év gálája, de azért nem olyan rossz mérkőzéseket hoztak össze. Az utolsó négy mérkőzést fogjuk megnézni a kártyáról. Csapjunk is bele, és nézzük meg az első párosítást. ...135 pontban fog zajlani, azaz 61 kg-ban az amerikai Cody Stamen és egy orosz származású Said Nurmagomedov. Úgy mondják? Igen. Mindenki számára ebben a párosításban egyértelműen Nurmagomedov lesz az érdekesebb név. Valaki, ami meghallja ezt a nevet, egyértelműen Khabibra gondol egyből. És ez úgynevezett ilyen hype-ot is halt a Nurmagomedov nevezetű orosz harcosoknak. 14-2-es mérleggel rendelkezik az orosz srác, az amerikai egy 19-4-es mérleggel. Az amerikai sokkal alacsonyabb, egy nagyon erős birkózó alappal rendelkezik. Cody leginkább single legre vagy takedownra megy, a birkózó tudására épít. A vele szemben álló Said szambó alapokkal rendelkezik, viszont sokkal magasabb, az álló harcát ezáltal tudja alkalmazni, és nem igazán fog szerintem attól tartani, hogy a birkózással Cody le fogja vinni, nem fog kétségbe esni, ha mondjuk a hátára kerül. Ezek a kaszáló dobásokat nagyon jól csinálják ezek az orosz szambó harcosok, ugye abból az iskolából jönnek, ahol ezt használják, ezt a judót is vegyítik ugye az MMA-ban. Úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést Nurmagomedov hozni fogja, lehet, hogy pontozással, de az is lehet, hogy ilyen második, harmadikos menetes TKO-val befejezi. Nem szabad leírni az amerikai srácot, de én mindenképpen úgy gondolom, hogy ennek a mérkőzésnek az esélyese inkább a Nurmagomedov, azaz a papírformával megyek. És jön a következő mérkőzésünk, 170 pontban, azaz 77 kg-ban fog zajlani. A brazil Michael Pereira fog összecsapni a csapattársammal, André Fialhóval. Ő egy portugál srác, 14-3-as Bellatorban kezdte igazából a nagyobb pályafutását, onnan viszont egy idő után elbocsájtották, aztán a PFL-be is volt. Az az időszak nagyon nem sikerült neki jól, viszont a 2021-es évben 4-et bunyózott és 4 KO-t hozott össze, ami nagyon impresszív volt a UFC számára, ezért leigazolták. Igaz, hogy ez a mérkőzés elméletileg múlt héten történt volna meg, de Pereirának valaki a corneréből covidos lett, azt hiszem, és átolták. Ugye Fiahó eredetileg amúgy beugró lett volna erre a mérkőzésre, de pont most szerződött a UFC-vel, ezért szeretne bizonyítani. Pereirát ugye szerintem többen ismeritek, ő az a srác, aki ilyen akrobatikus mozdulatokat csinál a mérkőzései során. A legutóbbi az volt, amikor az ellenfele földön volt a hátán, és akkor nyomott egy hátraszaltót. 170 pandos bunyós, nagyon sokat fogyaszt, ketrecbelék, akkor látni tényleg, hogy úgy néz ki, mint valójában, ha egy súlycsoporttal nagyobb lenne az ellenfeleinél. Szerintem amúgy ő igazából egy ilyen 84-es pacek. Az tény, hogy nagyon robbanékony, viszont a kondia nem a legjobb. Fialhó viszont nagyon jó boxoló. Érdekes mérkőzés lesz ez, Pereirának nem tudom mennyit tudtak javítani a kondián. Ugye amikor valaki nagyon-nagyon-nagyon robbanékony, annak a hosszú távú kondia az nem igazán szokott jó lenni. Pereira nagyon látványos, bugyós, nagyon kiszámíthatatlan, nem egy ilyen tanult, nem egy ilyen, hogy mondjam nektek, egy ilyen megszokott bugyós. Az ilyen ellen nehéz verekedni, nem mehetek mással ebben a párosításban, mint csak André Fialhóval, aki körülbelül akkor jött ide Floridába edzeni, amikor én is, szóval körülbelül 4-5 éve együtt edzünk. Nagyon bízok benne, örülök, hogy végre bekerült a UFC-be, egy nagyon rossz időszak után fel tudott állni, és tényleg még nagyon fiatal, szem 28-29 éves, és bekerült egy nagyobb szervezetbe, remélem sikeresen hozni fogja ezt a mérkőzést, és jön a vonat. És elérkezünk a co-main eventünkhöz, ami egy címmérkőzés lesz, 125 pontban, az 57 kg-ban,
és ez egy triológia Brandon Moreno és Davison Figueiredo között. Ugye ők már kétszer összecsaptak, egyszer az egyik, egyszer a másik nyert. Elképesztő tempót tudnak diktálni ezek a srácok. Sőt, bocsánat, rosszul mondtam. Az első mérkőzésük döntetlen lett, az Figueiredónak adták oda. És hát nem odaadták, hanem nála maradt a cím, hiszen akkor ő volt a bajnok. Második összecsapásukon tavaly júniusban Moreno nyert egy 4-4-i csokkal a harmadik menetben. Egy iszonyat pörgős mérkőzésre számítok. Brandon Moreno meg tudja védeni a címét. Igaz, hogy Figueiredo nagyon-nagyon erős fizikálisan és nagyon nagy darab, az képest, hogy 57 kg-ban bunyóznak. A Mexikó egy 19-5-ös mérleggel rendelkezik, a Brazil egy 22-essel. Látni is abból, hogy már a harmadik mérkőzésüket vívják egymás után nem annyira telített, mint mondjuk egy 135 vagy 145 vagy 155. Szerintem a UFC-ben meg a egész világon a 61, 66 és a 70 kiló, 71 kiló a legkeményebb mezőny. Egy nagyon kemény 5-menetes háborúra várok, amit úgy gondolom, hogy Moreno hozni fog pontozással. És elérkezünk a main eventünkhöz, amit az emberek leginkább szeretnek, amikor a nehéz súlyúak összecsapnak. Francis fog összecsapni a francia Cyril Gane-nel. Amit tudni kell erről a mérkőzés, ugye, hogy Francis a rendes bajnok, a francia srác pedig a interim bajnok, hiszen Francis azt hiszem 2021-ben nyerte meg az övet, ugye, Stipe Miocic ellen, és abban az évben pár hónappal rá már szerették volna, hogy címet védjen, ő pedig nemet mondott. Elég sok zűrzavart lehet olvasni arról, hogy Francisnek ezután lejár a szerződése a UFC-vel, és inkább boxolni szeretne, ami szerintem nem jó ötlet neki. Igaz, hogy ilyen fizikai erőt még nem igazán láttunk a UFC vagy MMA keretein belül, ami neki van, de azért technikailag nem ő a legjobb bunyós, és azért szerintem boxban mondjuk egy Gypsy King ellen nem biztos, hogy sok esélye lenne, ha nem fejezi be mondjuk az első két percben. De a bunyóban azért mindig benne van az az együttéses dolog. Viszont ugye Cyril Gane, a francia 10-0-ás Derek Lewis-t 2021. augusztusában legrandem pontolt a harmadik menetben, ezáltal ő lett az interim bajnok, és most pedig összehozzák a rendes bajnokot az interim bajnok ellen, akik pedig korábban csapattársak voltak, közös volt az edzőjük, de Francis ugye elköltözött Amerikába, és már nem edzenek együtt, viszont mostanában eléggé felkapott ugye ez a mérkőzés, és egyre több videót láthatunk arról, hogy amikor ők együtt edzettek, együtt sparringoltak, ugye pár olyan videó van, ahol a francia srác igazából kipontozza Francis-t, de van olyan videó is, amikor Francis leüti Cyril Gane-t, és ezt nem posztolták ki. Nem tudom, hogy ebből mi a gaz, de a UFC próbál egy olyan sztorit összehozni, hogy korábbi edzőtársok és most ellenfelek egymás összecsapnak. Nyilván mindig jó egy ilyen sztori, jobban el lehet promózni ezeket a gálákat. Francis-t én igazából nem tartom túl technikás bunyósnak, sőt nem is tartom igazából túl képzettnek, de valami olyan fizikális ereje van. Ha emlékeztek arra, nekem az életem egyik legemlékezetesebb KRO-ja, amikor Alistair Overeem fejét leütötte a helyéről, és még azóta is keresik. Az a KO az ilyen sokkoló volt számomra, vagy nem is tudom ki ellen bunyózott. Egy olyan mérkőzés, hogy csak így hadonászott egyet, ilyen horogokat ütött Francis az első 20 másodpercben, és vissza kézből ütött egy ilyen kanyi ütést, amit nem szoktunk látni MMA-ban, és az is KO volt. Elképesztő ereje van Francisnek, ugye kameruni származású, brutális fizikummal rendelkezik. Én úgy gondolom, hogy neki ebben a mérkőzésben akkor van esélye, ha egy első menetben tud hozni egy leütéses győzelmet. Ahogy fogy az idő, egyre jobban csökken neki is a robbanékonysága és a fizikai ereje. Cyril viszont egy nagyon jó állóbunyós alapokkal rendelkezik, az évek során azért feljött a földharca is. Nyilván nehézsúlyban azért nem hallhatunk olyan mozgékonyságot, mint mondjuk 70 kg-ban. Egy nagyon érdekes mérkőzésre számítok. Ha én arra gondolok, hogy az első pár menetet ki tudja húzni a francia srác,
akkor ő lehet az új Undisputed Champion a UFC nehézsúlyban. Szóval én Cyril Gane-nel fogok menni ebben a mérkőzésben. Lehet, hogy sokak számára ez meglepő lesz, de én bízok az ő győzelmében. Francis nekem mostanában amúgy se túl szimpatikus. Találkoztam még vele, hiszem 2019-ben, itt volt a Hard Knocks-ban, Usman-nel ugye ők jóban vannak, ugye mindig ketten afrikai származásúak, akkor se volt túl barátságos, lehet, hogy az ilyen mély nyomot hagyott bennem is, ezért vagyok egy kicsit ellenszeves ellene. Én úgy gondolom, hogy technikailag a francia srác sokkal képzettebb, mint Francis, ezért úgy gondolom, hogy ő fogja hozni ezt a mérkőzést. Ezek lettek volna a tippém a UFC 270-es gálára. Kommentben nyugodtan írjátok meg a véleményeteket. Ha tetszett a videóm, akkor légy dobjad nekem egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra. És hamarosan találkozunk a következő videóban. Addig is jó kreatek, szevasztok! Bye!